Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Mint említettem, ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Az ő gondolata itt látható középen. A gyermek jelentheti azt, hogy sokat gondol a gyermekekre, vagy egy gyermek áldásra. A gyermek jelentheti az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, vagy egy új kezdetet is. Ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Az is lehet, hogy szereti a természetet. Amit ez a fa még jelenthet, a gyógyító erő. Amennyiben ezen a területen dolgozik, például ha ő orvos, akkor a gyermek lehet egy munkahelyi változás. Amennyiben valaki beteg volt a környezetében, ott most megvan a gyógyító erő, a gyermek, mint egy újjászületés, és a fa jelenti a gyógyulást. Az érzelmei itt láthatóak bal oldalon. A virágcsokor jelentheti a szép érzelmeket, a romantikus érzelmeket, vagy a te szépségedet, nőiességedet. Azt is jelentheti a virágcsokor, hogy útban van hozzád, és kapsz tőle egy ajándékot. Az utak nem csak azt jelentik, hogy útban van hozzád, hiszen ezt tervezi, hanem jelenti a döntéseket is, és a gólyák utalnak a változásokra. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, lehet, hogy köztetek változik meg valami. És mit fog tenni, az itt látható. A kígyó az lehet egy rivális nő, de lehet egy hamis barátnő is. Azért mondom, hogy hamis, hiszen itt láthatóak a viták, veszekedések. Az is lehet, hogy ez a kígyó, tehát ez a hölgy az ő ex-társnője, és a múltban emiatt a nő miatt voltak nézeteltérések köztetek. De itt van a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, lesz egy szerencsés fordulat. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A gyermek. Itt a ház jelentheti azt, hogy a gyermekek meglátogatják őt. Vagy lehet egy közös otthon tervezése, újdonságok a ház körül. Ez az otthon vagy a családi kapcsolat. A fa. Itt a kereszt jelenti a döntéseket, hiszen ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. A virágcsokor. Ő nyitott arra, hogy legyen egy kellemes meglepetés, vagy hogy megajándékozzon téged. A gólyák. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy nő is. És a kettőjük kapcsolata között lesznek most változások. Mivel itt a ház is megjelenik, ez lehet egy költözködés. Az utak. Újra az utak jelennek meg, tehát nagyon fontos ez a téma, hogy útban van hozzád, hogy döntéseket hoz, hogy elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a viták, a félreértések. Itt megvan az erő, hogy be tudjátok bizonyítani magatokat, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok. A szerencse.
olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Lesz egy szerencsés fordulat, a kígyó. Ez lehet a gyógyító erő, a megújulások, de gyakran utal egy nőre, gyakran egy rivális nőre. Itt a gyűrű az jelentheti azt, hogy a nő a felesége, vagy a volt felesége. Az is lehet, hogy a nő keresi vele újra a kapcsolatot. Ha ez a nő egy hamis barátnő, akkor veled keresi majd a kapcsolatot, de légy óvatos. Az ő jelenlegi helyzete, itt a csillagok szerencsét hoznak, és megvan a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva. A te jelenlegi helyzeted újra megjelenik a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!